Önök szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Más hang szeretett társalgás című adásunkat látják. Vendégem, spirituális testvérem és társam Partó Viktória kisasszony. Szervusz, Viki! Szervusz, köszöntöm a nézőket! A mai nap nem könnyű témát választottunk, és nagyon sokak meg is fognak lepődni, meg sokakban indulat fog keletkezni ez a rövid 20-25 perces adás kapcsán. Arról fogunk ma beszélni, hogy megkezdődött a szétválás. És tulajdonképpen, ha jól belegondolnak az elmúlt adások a VNTV adásaival kapcsolatosan, akkor lassan másfél év óta egyszerre, egyfolytában erről beszélünk, hogy a tudatosság és az emberek átalakulása kapcsán jön egy pont, amikor bizonyos embercsoportok szétválnak, és egyszerűen már nem tolerálják azt a másik fajta ember csoportnak a tulajdonságait, akikkel idáig együtt éltek. És ez egy békés dologra gondolnak, nem az, hogy most egymásnak fogunk ugrani, csak vannak már olyan emberek, akik egyszerűen nem képesek bizonyos dolgokat megenni, bizonyos dolgokat meghallgatni, bármiféle cselekedeteiket elfogadni azért, mert hogy ezt elvárják tőlük, hanem teljesen másképp élnek. Hogy jellemeznéd ezt a szétválást? Miről van szó? Igazából arról, hogy hagyományos értelembe véve a szavakat, azt mondhatjuk, hogy van egy réteg, aki ember alatti életet él, és van egy réteg, aki ember feletti életet él. De valójában ez az emberfelettiség, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy emberfeletti képességek, hanem az volna az emberi élet, hiszen azok, amiket képességeknek nevezünk, azok mindenkiben ugyanúgy megvannak. És nagyon sokan döntünk úgy, hogy ezeket megengedjük, hogy előjöjjenek belőlünk. Akik az ember alatti réteghez tartoznak, ők viszont az emberhez méltatlanul élnek, nem foglalkoznak az egészségükkel, a lelkükkel, a szellemi teljesítményükkel, nem nézik, hogy mivel mérgezik nap mint nap a testüket, milyen következményei vannak ennek, és nem foglalkoznak azzal, hogy milyen az életminőség, hogyha harag, düh, féltékenység, irítség van az életben. Az jutott eszembe a szavaidat hallgatva, hogy az ókor emberideája a gondolkodásba, az élet felfogásban, stb. Sokkal közelebb állt Igen. ahhoz, amit ma Igen. azt mondjuk, hogy emberi, és ma már ezt ember felettinek apostrofáljuk közben, ez lenne a normális. Igen, ahogy... tulajdonképpen nem azt mondjuk, hogy ők még tudták, még emlékeztek rá, hogy milyen az, amikor az ember emberi életet él. Első információ. A második az, hogy váltakozva jönnek a sötét és fényes korszakok. Most azt mondjuk az emberiségnek a hosszú vaskor után, ami a sötétségkora, Igen. ami a mi anyagi szubstanciába való beragadás következtében viszont el kell válnia, és a fénynek kell bennünk megjelennie, ennek a korszaknak kell eljönni, és ez a kétfajta embertípus, aki ragaszkodik a jelenlegi Igen. birodalom által diktált, nem is tudom, hogy jellemez, nem kultúra ez, hanem szokásokhoz, és van, akinek ez már nem, és egyszerűen Igen, és bármit megtesz azért, hogy tovább menjen. Én azt látom, menjen. Hogy energetikai szinten már kifejezetten érezni lehet, hogy ki az, aki úgy dönt, hogy marad beleragadva az anyaggal, és nem hajlandó szembenézni a valósággal, és ki az, aki pedig emelkedik ki ebből. Ez most nagyon erősen már észrevehető, persze, hogyha valaki úgy dönt, hogy az anyagba ragadva szeretne maradni, akkor őt sem szabad leírni, mert később is bármikor dönthet úgy, hogy ebből kiemelkedik, és ki is tud, ha akar. Tehát ez az egész döntés, az egész minőségváltás, ez szabad akarat kérdése, Igen. tehát nem az van, hogy na, te vagy a kiválasztott, én meg nem vagyok kiválasztott, és akkor nekem mit kell maradnom, engem elvisz a fekete autó, de te viszont... Te elmész az UFO-s űrhajóval, nem, vagy emelkedsz, tulajdonképp hanem... mindenki kiválasztott, és különleges lehetőséget kapott azzal, hogy most emberként itt élhet a Tehát Földön. Azért született ide le mindenki, hogy most ebben a nagy Igen. változásban, és egy csodálatos időszak, hogy most születhettünk le, most el tud dönteni, hogy beleragadsz-e abba, ami Igen. a régi kornak, a vaskornak az arctalanságához köt, vagy megpróbálsz, és az újkor, ami egyébként látjuk, hogy visszatér az ősi gyökerekhez, ahhoz az emberképhez, amit az archetipusnak, vagy a ideszának, vagy bárminek apostrofáltak pár évvel ezelőtt, amikor a védákat írták, vagy bármit, hogy az embert elképzelték. Igen, ezt el lehet dönteni, de hogy most az egészet összekeverjem, tulajdonképpen mindannyian egyfelé tartunk, csak mindenki eldöntheti, hogy mekkora ívű pályán szeretne ugyanoda jutni. Tehát azt mondod ezzel, hogy aki ragad továbbra is a szokásaihoz, az se tud... Ő nagyobb ívű pályát fog befutni több szenvedéssel az ő akarata szerint. De ő se tudja elkerülni, hogy ezt az utat bejárja.
és végigmenjen rajta. Tulajdonképpen azt próbáljuk elmondani, hogy hova jut az, aki tulajdonképpen a változáshoz, aki az ember feletti, tehát az emberi minőséget választja, hova jut el, hol van annak a végállomása, vagy mi a célja annak az egésznek? Tulajdonképpen végállomásról nem tudnék beszélni, de a cél az mindenképp az, hogy a belső harmóniát és a külső harmóniát megérteni, megérezni, együtt élni vele, újból a természet részeként élni, kiengedni magunkból a szeretetet, és más minőségben, más energiákkal saját magunk megteremthetjük a saját világunkat. Na, próbáljunk meg konkretizálni. Tehát egyrészt az, hogy magát az egységben érezed önmagadat, igaz? Ha igen. Az egységtudatod megtalálod, akkor megtalálod az egységet az önálló isteni lényeddel, igen, ami viszont magát a teremtési képességet is hordozza magában. Igen. De az, hogy egységben tudjak lenni, ahhoz nem lehet ítélkezve véleményt alkotni, igaz? Nem lehet, nem lehet, és nem le lehet kell, haraggal, gyűlölettel semmit, hanem... Le kell tenni a saját emlékeimet, programjaimat is, amik a múltból esetleg megmaradtak, hogy azok már ne zavarjanak. Ezt hívják ugye tiszta lapnak, vagy zéro állapotnak, sokféle elnevezése van. Tehát az egységtudatban alapvetően meg kell tudni önmagadat, igen, szeretni, tehát elfogadni önmagadat, hogy ilyen vagyok, ilyennek teremtett a Jóisten, nem is akarok más lenni. Egyfajta univerzális energia, amit az egész rendszer képes fenntartani és működtetni, és ennek a beengedése... Igen, ez tulajdonképpen minden negatívumot kizár, vagy egyszerűen feléget, mindennek átveszi a helyét, ha hagyjuk. Én tovább megyek neked, az ős vallások alapprincipiumait mondtuk most ki. Igen. Azt mondja Jóisten, hogy én vagyok a szeretet. Nincs, igen, más, csak a szeretet. És a szeretet van a szívedben, de nem fér be semmi más. Igen, egy. Van. Én Istenem, Jóistenem, egységben vagyok a Jóistennel, tehát én vagyok az a teremtő, aki a Jóisten arcára teremtett, és bármiféle cselekedete képes vagyok a Jóisten által. Igen, és azt észre kéne venni, hogy erre képesek vagyunk mindannyian, és a Földön most az embernek adatott ez meg, hogy ezt meg tudja tenni. Jó, ez az ember állapota, az ember alatti állapota, amikor a külső jegyekre vonatkozó körülmények, igaz? Igen. Félelem, igen, hatalom, pénz. És az egészségre nem figyelünk oda önmagunk mérgezése. Még egy nagyon érdekes magyar szó. Pénztelenség. Igaz? Tehát a jövőkorban a pénztelenség az azt teszi, hogy maga a pénz elveszti a mindenhatóságát és hatalmát fölöttünk, és gyakorlatilag az életünkben nem tölthet be szerepet. Hát másfajta értékrendszer várható, igen. Tehát akkor ne gyűjtsünk, kedves nézőink, ne gyűjtsünk pénzt, és feltétlenül nem kell gyűjteni erre az átment időkre anyagi javakat sem, mert aki elég teremtő erővel fog rendelkezni, az bármit képes megteremteni magának. Ez tulajdonképp most is így van. Csak ezt, aki nem veszi észre, az is nap mint nap teremt a gondolataival, hogy ma érzi magát, abból teremti a jövőjét. Szerinted a mai világunk, amiben mi élünk, az mikor is kiteremtette? Ugye fölgyorsulnak a teremtések, de azért a vaskor végét azért csak azt mi teremtettük. Mindig mi, tehát a többségnek a kivetülése, mert a belz... A félelmünk, a kapzsiságunk, a ragaszkodásunk. Igen, igen, igen. Még mindig minden minket tükröz. Reméljük, ugye, megint csak azt mondhatjuk, hogy egyre többen leszünk, akik másképp gondolkodóak vagyunk, és akkor ez meg fog változni. Akkor a külvilág is változik, ahogy egyre többen változunk belőle. Tehát azáltal, hogy mi másképp gondolkodunk, ennek, igen, a betületei megjelennek, és egyre többen ez a gondolatcsendes forradalma, hogy hirdetjük most már évek óta. Segítsünk már egy-két jó gondolattal, tehát rengeteg levelet kapok. Nem tudom bekapcsolni a tévét, mert ami abból jön, az már nem az enyém, igaz? Igen. Fölhív Viki, de még meg se csinálom a telefon, tudom, hogy hívsz. Igen. Most ne Viki, mert ez mondjuk természetes lenne, hogy más is várna te hívásodat, de fölhív egy ismerősöm vagy bárki. Igen. Tehát ezek az extraszenzorális percepciók, érzékelések megnyílnak és természetessé válnak. Ezeket ne fogadjuk el, hanem ezek igenis már az újfajta tulajdonságaink. Így van, ez a tiszta tudatnak a jelenléte a mindennapokban, amit be kell engedni az életbe. Ki kell magunkat tisztítani, el kell tudni csendesíteni az elmét, és akkor ez az állapot lesz a normális. Képzeld el, hogy amikor elmennél valahova, egy helyre, és ott ezer emberül és hócsön van. És mindenki a saját tiszta tudatát hallgatja, mert a belső gyönyörű zene az mindig. Milyen a te zenéd, amikor fölébredt és hallod a saját zenédet? Szoktad hallani néha? Néha előfordul, hogy hallok valamit, és látok is hozzá képet, de hát ez természetesen megnyugtató, jó érzés. És ez milyen, hogy sokkal jobban felerősödött a szaglás, az ízlelés.
Igen, ahogy a tudat tisztul, úgy az érzékszervek is változnak vele. A Milyen, látás is milyennek javulhat. az oka, hogy úgy érzed, sokszor fölhívsz, hogy Úristen, mert megint elrohant egy nap, és hogy fölgyorsulnak a napok, ez, milyennek a következménye? Ezt nem tudjuk igazából, hogy ez még meddig fokozható, de sokan azt mondják, hogy ez egy tanítás, hogy jól próbáljuk meg beosztani az időnket, hogy minden beleférjen egy napba, mert nem tudok szebben fogalmazni sajnos, úgyhogy most úgy mondom, hogy jelen helyzetben már nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hülyét játsszuk. Már Jó. erre már nincs idő. Akkor ezek alapján azért nem keletkeznek most újra karmák, mert miért nem keletkezik most karma szerinted? Hát akkor, hogyha valaki eléri a tiszta tudatosságot, és tudja, tisztában van vele, hogy mivel mit csinál, akkor ő már nem csinál magának szándékosan negatív Tehát karmát. azért nem kell karmával foglalkozni, mert ma eleve a Azoknak, akik cselekedeteid elérték ezt az előtt. állapotot, és akkor is a negatív karmára gondolok, hogy akkor már tudatosan nem csinál magának negatív karmát. Ez így van, tehát nem az, hogy most bármit csinálsz, most nem lehet karmát gyűjteni, Igen. hanem arról szól, ha már elérted ezt a tudatállapotot, akkor képtelen vagy arra, hogy bárkinek ártsal, vagy szennyezél, vagy bármiféle környezetet. Lesz egyfajta szétválás, de most már érezhető, hogy ez elkezdődött. Jó, szerinted ez a két csoport valamilyen viszonyban fog egymásra kerülni egyértelműen, ugye? Mert én sose fogom kritizálni. Feltételezések vannak egyelőre, hogy lesz. Az is lehetséges, hogy annyira más lesz majd egy idő múlva, és napról napra, hogy telik az idő, egyre nagyobb lesz a rezgésszintben a különbség, hogy ahol az egyik csoport ténykedik, oda nem is fog menni a másik, és viszont. Tehát ezek a csoportok nem fognak elegyedni. Nem fognak találkozni, és az utcán látják egymást, de nem fognak találkozni egymással. Hát így van, nagyon nehéz innentől egyébként mindenkinek az új társkeresés, ugye, mert nagyon sok párkapcsolat Igen. megszűnt az elmúlt időkben, Igen, és ez a látjuk, hogy... párkapcsolatok próbája is ez az időszak, főleg akkor, ha az egyik fél emelkedik, a másik pedig nem, és akkor a különbség csak egyre inkább nő. Igen, és akkor amikor te süllyedt vagy, és nem mindig az emelkedettekről beszéljünk, akkor ugye már csak olyat tudsz találni, aki ugyanúgy rikácsolja az életet, tehát nem tudja Igen. elfogadni, és a problémáitok kapcsán egyesültök, Igen, de ez nem Igen. lehet hosszú távú kapcsolat. Igen, Igen. Igaz, a másik oldalon meg nagyon nincs szükség már párkapcsolatra, hanem egyenrangú társkapcsolatra Igen. van szükség, ahol a szeretet dominál, és nem feltétlenül azok a kötőelemek játszanak szerepet, mint a korábbi időkben. Igen, és nincs egymásra utaltság vagy kényszer, hanem csak a tiszta szeretet, ami egymás mellett tart, amíg a két embernek dolga van egymással, ha nem, akkor tovább kell lépni. Hát ezt nagyon nehéz ugye elfogadni a kőkori feje, hogy 15 évig velem élt, akárki, és akkor most Igen. nekünk nincs tovább dolgunk már, és akkor tovább kell lépnünk, Igen, mert az egész életünk a birtoklásról szólt idáig, igaz? Birtokoltuk egymást, Igen. és akkor fölnőttek a gyerekek, és akkor na, akkor most már mit keresünk mi egymás mellett? Nagyon sok Kérdés után. Kapcsolatban ugye szerepet játszik a függőség ilyen vagy olyan irányba, és hát ezek várhatóan azért meg kell, hogy szűnjenek. Hát főleg, hogyha ez a pénz elveszti a szerepét, igaz? Pénztelenség, Igen. akkor abban a viszonyban már ugye a legnagyobb bűne, ha van az emberiségnek ilyen, hogy nem a genetikai kiválasztás volt az elmúlt 1000 évben akár, hanem az érdekek mesdjéjén történtek például a családalapítások Igen. is. Úgy adtak össze párokat, nem is ismerték egymást, de a pénz a pénze házasodott. Ebből viszont genetikailag elég sok komoly torzulás Igen. következett. Igen. És ugyanakkor az egyet kiválasztódás ma már egy ilyen fajta kapcsolatban csak olyan fajta emberek fognak utódokat hozni, akik azonos féleképpen gondolkodnak. Igen, ez így várható, igen. Ez így várható, és ebből viszont egy családos szimbiózis lesz, és nem a pénz által való kiválasztódás fog dominálni az életünkben. Ezt a világot nagyon sokan várták, de nagyon sokan félnek tőle. Kell-e félni ettől a világtól, ami eljön mostanában? Hát ezt, erre most nehéz válaszolni, mert természetesen azt mondjuk, hogy félni sohasem kell, hiszen aki fél, az megteremti a félelme tárgyát magának. Aki ugyanúgy meg tudja teremteni magában a harmóniát, annak nem kell semmilyen félelemre számítania, hanem ugyanúgy mindig befelé kell figyelni, a szívére kell hallgatni, és akkor nem lehet gond. De a kérdésben benne volt a válasz. Tehát aki tulajdonképpen ebben a világban még mindig a félelemeire alapoz, igaz, a sárgacsek félelme, a mindennapok Igen. élet félelme, az félni is fog továbbra Igen, is, és annak Igen. az lesz, amit ő programoz magának. Ha valamilyen módon le tudjuk tenni ezt a dolgot, ugyanakkor az ember fölötti teste is kér,
táplálékot, szeretetet, meleget, energiát, igaz? Igen. Annak is valamilyen szinten meg kell majd oldania ezeket a kérdéseket, mert az emberi lét az a emberi léthez kötődő Igen, funkciókhoz hát valószínűleg csatlakozó. ennek nagyon sok következménye lesz, hogyha az ember feletti, ami az emberi, azt az életet fogjuk élni, mert akkor jelentősen meg kell változnia például a táplálkozásnak is. Akkor nincs helye tovább ennek a mérgezésnek, ami most folyik. Igen, akkor a prána evők valószínűleg előre körnek. A tiszta víznek óriási nagy Igen, szerepe lesz, tiszta víz és a tiszta levegő, tiszta és föld. rá fog jönnünk, hogy igazából maga az anyag egyfajta energia. Na most, Igen. hogyha az anyag energia, akkor nem feltétlenül a ragacsos formájába kell magamhoz venni, Igen. hanem az anyagot egyfajta Igen. energia És szubstanciába sem esetleg magamhoz. kevesebb mennyiség is elég a táplálékból, csak az minőségi legyen. Így van, kedves nézőink, nem akartunk menni hosszabb, egy ilyen rövid velős műsorba szerettük volna önöknek tárni 2012 tavaszán, hogy a másképp gondolkodók miről beszélgetnek egymás között, mert tulajdonképpen amikor találkozunk Vikivel, igazából a társalgásaink nagy részét ezt teszi ki, hogy mi újságon felelősséggel a saját gyerekeink és saját szeretteink iránt, és higgyék el, senkinek nem könnyű ez az időszak, mert mi is olyan alakulásokon megyünk át, aminek a végeredmény lehet az is, hogy én is még ember alattivá válom, és nagyon nehéz elengedni nagyon sok mindent az életben, de ugyanakkor érzem, hogy ez a világ, amit a Viki fölvázolt, a tiszta lap és a tiszta szeretet és egységtudat, az teljes egészében képes megváltoztatni, átalakítani az életemet, és ez a szabad akaratomnak a döntése volt. És én nagyon köszönöm neked, hogy ezeket a gondolatokat megoszthattuk, és Én most is köszönöm. szokásunkhoz híven üzenj légy szíves valamit a kedves nézőknek. Azt szeretném üzenni, hogy a félelmeknek mindig meg kell keresni a gyökerét. Hát valaki eldönti, hogy én holnaptól más életet élek, és nem félek, az úgy nem fog menni, hanem hagyni kell, hogy ez a félelem előjöjjön, érezzük meg, hogy milyen az, és menjünk vissza a gyökeréig, és ott próbáljunk megoldást keresni rá. És egyszer rájöttem, hogy mitől féltem, Igen. akkor ez mint egy lufiként följön, a Hagyni víz kell, hogy fölé, és följöjjön. Elpukkal, mint egy buborék, Igen. és már is nem dolgozik rajtam. Na ez viszont szépen meg kell tanulni meditálni, mert leginkább a mély tudati szinteken lehet ezeket a problémákat megtalálni Igen, és igen. orvosolni. És van rengeteg módszer erre, mindenkinek meg kell keresni, hogy mi az, amit ő el tud fogadni. És nekem nincs utolsó szavam, de azért elmondom. Tehát a legnagyobb boldogság az, amikor mi beszélünk itt valamiről, amit mi is valahogy kapunk, Igen. és utána ezekről beszélgetnek az emberek. Tehát ez a gondolat közös csodálatos, csendes forradalma, amiért mi ezt az egészet, amiért nekünk találkozni kellett egy másfél évvel ezelőtt, és szerintem na, köszönjük, hogy tehetjük a dolgunkat, és tegyék önök is a saját dolgukat. Bármelyik oldalon állnak, mindenki tegye a saját dolgát, így megy előre a világ. Igen. Önök a Mások szeretett társalgást látták Partő Viktoriával és Jakab Istvánnal. Nézzék korábbi adásainkat is, és mondják el véleményüket. Szeretettel és viszontlátásra. Viszontlátásra.